Fölfeszítették a villanyórát, bekötöttek direktbe, mindent össze-vissza kötözgettek. A migránsok által okozott károkat mutatja Szalai László. A Horgosi gazda gyümölcsösében teljesen tönkrement az új locsolókút, amelyből tiszta víz helyett most csak iszap folyik. László elmondása szerint a migránsok a kút üzemeléséhez szükséges villanydobozból próbáltak áramot szerezni, hogy feltöltsék mobiltelefonjaikat. A drótok átkötésével azonban tönkretették a locsolórendszert. Az afgánok bekapcsolták a kutat, rákapcsolódtak, és akkor a villanyórát, meg villanyóránál doboz ki, feszítették, és ahogy kifeszítették, ők megbabrálták. Nagy károm keletkezett, nem tudom használni a kutat, még jó magam se. Új a kút egy éve lett kiépítve, hatalmas a károm, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan tovább, miként tovább. A migránsok stábunk ott járt akkor is, a szomszéd gazda villanyórájánál töltötték mobiltelefonjaikat. Árva István ugyanis hagyott egy szabadon hozzáférhető konnektort, annak reményében, hogy a migránsok így majd nem fogják feltörni a villanydobozt. Egy bizonyos mennyiségű gyümölcsöt tönkretesznek, tavaly évben mondjuk a barackot, őszi barackunk van még ezen a területen, azt elég jól megszedték. A villanyóra dobozát, azt pedig biztosítottuk, hogy ne tudják szétverni, és pont ennek érdekében adtunk egy konnektort, amit szabadon tudtak használni, hogy tudják tölteni mobiltelefonjaikat. A horgosi és királyhalmi gazdák a legtöbbször tehetetlenek a migránsokkal szemben, akik szinte egész nap a gyümölcsösök közelében tanyáznak, és arra várnak, hogy tovább indulhassanak Nyugat-Európa felé.